a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Szólj, szólj hozzánk, Urunk, mert szolgád hallja szódat. Engedd, Urunk, hogy engedelmeskedni tudjunk a Te szavadnak. Engedd, hogy legyen az tisztító ige, ami életünkbe, teremtő ige, ami békességet, új életet teremt bennünk, engedelmességet teremt bennünk. Urunk, engedd, hogy ne vakítson el a világ az ő ígéreteivel, az ő fényével, hanem meghalljuk a Te szelíd, alázatos hangodat, amivel hívogatsz bennünket ma is. Engedd, Urunk, hogy a Te szent lelked művelje a csodát, mert nálad van, Urunk, a hatalom. Te tudsz adni nyitott szívet, Te engeded, hogy a mag megfoganjon és gyümölcsöt teremjen. Könyörgünk, Urunk, erősíts bennünket, ha hitben járunk. Ha bűneink terhe alatt járunk és nyomorúságban, engedd, Urunk, hogy szabaduljunk. Ha nagy mélységekben vagyunk, Urunk, engedd, hogy elmondjuk neked, és várjunk a Te szabadításodra. Téged hívunk segítségül ez órában. Hallgass meg minket, Urunk. Amen. Helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igét, olvasom a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből a 14. verse. Így szól. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Szeretett testvéreim, hétfőn arról beszéltem, hogy Istennek mennyi kincse van, ami mellett sokszor elmegyünk. A tegnap arról próbáltam beszélni, hogy nagyon sokszor próbálunk mi vergődni, mint a hal a parton, és elintézni, megoldani a mi problémáinkat, mindennapjainkat, de nagyon sokszor rájövünk, hogy képtelenek vagyunk. És csak hogyha nyitott edények vagyunk, amiben bele tudja Isten tenni az ő drága üzenetét. Ha visszatérünk Jézus Krisztushoz, aki nélkül semmit sem cselekedhetünk, akkor jövünk rá sokszor, hogy valóban egyedül hordtuk a terheket, és csak vele lehet tovább menni. Ma arról szól az ige nekünk, hogy meg vagyunk váltva. Miért vagyunk megváltva? Hogy beteljesedjék a mi életünk. Mégis nagyon sokszor lemaradunk sok-sok helyzetben, ott van a bűn miatt való megszomorodás, ott van az élet, amire ránézünk, és azt mondjuk, hogy ez az élet csak bajhalma, és nincs itt senkinek nyugalma, hogy szoktuk énekelni, és azt mondjuk, hogy ki az, aki segíthet? Van-e valaki, aki irgalmas? Van-e valaki, aki felém nyúl? Magadban bízhatsz csak. Még a magyar mondásunk is azt mondja, hogy segíts magadon, majd az Isten is megsegít. Egyszer olvastam egy emberről, aki nagy buliba ment, amikor szilveszterről új évre jól berúgott, indult hazafele, az úton neki ment egy másik autónak, és annak az autónak a vezetője, egy fiatal nő, a helyszínen meghalt. Mikor kijöttek a rendőrök, akkor rájöttek, hogy részeg, rájöttek, hogy őt terheli a felelősség. Be is terelték a fiatal hölgynek a szülei ezt az embert, és $1,5 millió kértek tőle kárpótlásul. Aztán, amikor bíróságra került a dolog, akkor mégiscsak leengedtek a $1,5 millióból, és azt mondták, hogy az összeg legyen $936 összesen, addig, ameddig a gyermeke fel nem nő. Miért pont ennyi? Azért, mert egy évben 52 hét van, és azt a döntést hozta a bíróság, hogy úgy kell megfizetni ezt az adósságot, hogy minden pénteken venni kell a csekket, ki kell írni, hogy kinek,
miért, milyen dologért, és feladni postán. És a fiú az elején megörült ennek az egész dolognak, mert úgy érezte, hogy hát ez még egy normális megoldás, nem is olyan sokat kell kifizetni, ez kifizethető. És utána elkezdte fizetni minden héten $1. Pontosan 18 évet jelentett ez igazából. És szeretett testvéreim, minden pénteken eszébe jutott az, hogy ő részeg volt azon az alkalmon, eszébe jutott az, hogy kioltotta annak a nőnek az életét, eszébe jutott, hogy ármát maradtak utána, eszébe jutott, hogy milyen szomorúság a szüleinek, és kiderült, hogy nem is olyan könnyű, nem is olyan egyszerűen úszta meg az egész. A 18 év alatt, kérem szépen, 5-ször is abba hagyta a fizetést, és megint újra bírósági ült össze, és bár kérték azt, hogy töröljék el a bíróságnak a döntését, a bíróság ragaszkodott ahhoz, hogy mégiscsak tovább minden pénteken fizesse ki azt az $1. És mire kifizette, ez az ember összetört, összeroskott. Mert minden nap eszébe jutott a bűne, minden nap hordta ennek a nehéz tehernek minden átkát. És nagyon sokszor, amikor megkérdezzük magunktól, hogy miért is olyan nehéz az életünk, miért roskodunk össze, miért lesz annyi ember öngyilkos és törik össze, szeretett testvéreim, a sok teher alatt. És ott van a válasz, hogy hurcoljuk egymással, hurcoljuk az életünkben azokat a nyomorúságokat, bűnöket, amik mindig eszünkbe jutnak. És amikor az első nap arról beszéltem, hogy Istennek milyen ajándékai vannak, nem hiába mondtam, hogy a bűneinknek a bocsánata. Az Isten ma is ezt mondja nekünk. Egy 60 éves ember egyszer odajött a lelkészhez egy istentisztelet után, is azt mondta, hogy szeretném, hogyha Isten megbocsátana, de nem tudom elhinni. A lelkész elkezdett vele beszélgetni, kiderült, hogy Bibliát olvas, kiderült, hogy ismeri a dolgokat a Szentírásból, hogy Krisztus vérében van bocsánatunk. És megkérdezte a lelkésztől, hogy mióta harcol ezzel. Gyermekkorom óta járok templomba, és mindig hallom, hogy az Isten megbocsátotta az én bűnömet, de nem tudom elhinni. Szeretett testvéreim, azért szólok erről ma, mert ameddig az ember nem biztos a kereszt erejében, ameddig nem biztos abban, hogy Isten valóban megbocsátott, addig nem változik az embernek az élete. Addig ez akadály lesz abban, hogy az ember lelkileg növekedjen. És tudjátok, mit mond az Isten? Azt mondja, hogy ő mindent megadott ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen, hogy növekedés legyen a mi életünkben. Amikor egymásra nézünk, amikor kritizáljuk a másik lelki életét, és látjuk, hogy tele van hiányosságokkal, akkor eszünkbe jut az, amit Pál apostol, Péter apostol mond nekünk a második levélben, az első fejezet 3. verséből olvassuk, szeretett testvéreim, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Miért ad hálát Péter? Azért, mert Isten az ő isteni erejével mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Nem mondhatjuk azt, keresztények, hogy engemet nem szeret az Isten. Nem mondhatjuk azt, hogy az Isten beborikádozta a templomot, és nem engedi, hogy eléje jöjjön.
Nem mondhatjuk azt, hogy engemet nem hallgat meg az Isten, és én nem lehetek jó ember, mert engemet az Isten már eldobott maga elől. Hanem azt mondja nekünk az ige, hogy mindennel megajándékozott bennünket az ige. És mit mond tovább? Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Megint megdöbbent, mert azt mondja, hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy isteni természettel ajándékozott meg benneteket. Van a Filippi levélben Pálnak egy ilyen tanítása a Krisztusról, az az indulat legyen bennetek, amely volt az Úr Jézus Krisztusban, hogy önmagát ugye odaadta értünk. Hogyha megállunk és megkérdezzük, hogy keresztények vagyunk-e mi? Megkérdezzük, hogy miénk az Isten ajándéka? Felöltöztük az isteni természetet? Akkor azt mondjátok tiszteletes, hát ne röhögtössen bennünket, mert mi olyan messze állunk attól, mint Makó Jeruzsálemtől, pedig az ige azt mondja, hogy kikerülvén a romlottságot, amely a világ kívánságaiban van. Sokan mennek a romlottság útján, de azok, akik Istentől megkapták az ajándékokat, azok kikerülik ezeket a dolgokat. Aztán tovább mondja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek, meg az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Halljátok, mit mond? Hogyha nincsenek ezek a gyümölcsök ott az ember életében, ezek az ajándékok, akkor az vak és rövidlátó, és az elfelejtette, hogy mit tett érte az Úr Jézus Krisztus. Én nem ismerlek benneteket. Ti ismeritek egyik a másikát, és igaz, hogy senki sem lesz úgy keresztény, hogy egyik pillanatról a másikra tökéletes lesz, és kinő a szárnya, meg a glória, de az ige azt mondja, hogy elkezdődik, hogy a hithez az ember ragaszt tudást, a tudáshoz halljuk az igében, ott lesz az igyekezet mellé jó cselekedetet, utána a tudomány mellé mértékletességet, tűrést, tűrés mellé kegyességet, és szeretettel fejezi be. Azt mondja Pál apostol, hogy öltözzétek fel a Krisztust, és ennek érdekes ruhája van a keresztény embernek. Nem tudom, neked van-e ilyen ruhád? És erről a ruháról úgy beszél, hogy az türelem, békesség, és a legfelsőbb ruha pedig micsoda? A szeretet, a megbocsátás. Ott van-e a mi életünkben? De ígértem, hogy én nem ítélkezni akarok, csak hogyha nincsenek ezek a dolgok, akkor azt mondja az ige, akkor vakok vagytok, és akkor egy valamit felejtettetek el, a Jézus Krisztusnak az áldozatát. És ezért szeretnék ma arról szólni, szeretett testvéreim, hogy Jézus Krisztus mindent megadott az üdvösséghez, a hithez, a szolgálathoz, hogy Istenhez hasonlóvá legyetek. És ez nem azt jelenti, hogy én kezdek el megjobbított kereszténységet keresni. Mert nagyon sokszor úgy gondolják az emberek, nem jó ez a templom, nem jó ez a gyülekezet. Majd másikban megyek, ahol szentebbek vannak.
attól nem fogsz megjavulni. Spurgeon egyszer azt mondta, hogy tökéletes gyülekezet nincs. De ha volna, ha én oda mennék, már nem volna tökéletes. Ugye? Mert rólunk beszél. Velünk kezdi. De ugyanakkor azt mondja, hogy Jézus Krisztusban van növekedés. Miért kell Jézusban lenni? Azért, mert tőle kapjuk a tudást, benne kapjuk meg a bölcsességet, így ír a Kolossi levélben, Pál apostol a 2. rész 3. versében, szeretett testvéreim, nekünk. Hallgassuk meg, mit mond a Szentírás ezen a helyen. A 2. rész 3. verse. Ti nem szoktatok Bibliát hozni? Isten tiszteletre? Lehet, hogy a pap becsap benneteket néha. Le kell ellenőrizni. Szeretett testvéreim. Ezt olvassuk, hogy amelyben van bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve, az a hit titkát adja nekünk az Isten a Krisztusban, amelyben van a bölcsességnek és az ismeretnek minden kincse elrejtve. Vagyis új teremtmények leszünk, új teremtések, akik ismerik az Istennek a bölcsességét. Azt mondja, az isteni természetet kapjátok. Azért milyen nagy képűség, ugye? Azt mondja, Krisztus bölcsességét adja az Isten. Másképp gondolkozik az ember. Mert ha nem így, akkor vakember. Mivel különbözik a régi természet az új természettől? Hát, amivel különbözik a bárány a disznótól. Ugye? Hogyha a disznót beengedjük egy pocsolyába, még hogyha szalagot is kötsz a nyakába és előtte megmosod, mit fog csinálni a disznó? Belefekszik és jól ki fogja dögönyézni és magára keni, ahogy csak lehet, és jól fogja magát érezni, és feküdni fog benne, nem? A bárányka meg mit csinál? Bárányka meg olyan, ha bele kell, muszáj lépni a sárba, akkor is így lerázza, mert ő utálja a sarat, ugye? Még hogyha nem is tudja megtenni, hogy néha ne legyen sáros, de nem fog ott feküdni a sár közepén. És szeretett testvéreim, valóban, amikor arról beszélünk, hogy Isten új természetet akar nekünk adni, akkor erre figyelmeztet. Ezért mondja az ige, hogy nem egyik pillanatról a másikra történik, ugyebár ez az új természet meggazdagodása a mi életünkben, senki sem azonnal lesz birtokában ezeknek a sajátosságoknak, de lassacskán egyik percről a másikra. Az Isten elkezdi bennünk a munkát és befejezi, ugye? Néha egy egész életen át tart, és amikor készen vagyunk, akkor az Isten összeszedi az ő gabonáját. Néha egy örökké valóságnak tűnik. Szeretett testvéreim, azt mondja a 9. vers, valaki pedig, aki ezt nem érti, az vak, és nem tudja, hogy igazából az Isten megszabadította a régi bűneitől. Érdekes dolog, mert azt mondja a Szentírás, hogy a tudás szabaddá tesz. A tudatlanság pedig ezzel szemben mit csinál? Rabszolgává tesz. Az Isten azt mondja, hogy Krisztus megszabadított bennünket bűneinktől, megszabadít régi szokásainktól, segít megszabadulni hibáinktól, csoda történik mindig a keresztény embernek az életében, amikor Isten beleszól, le tudja tenni a poharat, meg tud bocsátani, rendbe tudja hozni a házasságát, rendezni tudja az Isten a kapcsolatait. De nagyon sokszor az ember megszokása mégis tovább megy. Olvastam, hogy képzeljétek el az elefántot, mikor kicsike, akkor egy spárgára kötik ki. A lábánál fogva egy spárgára. És amikor felnő a nagy elefánt, akkor ilyen fákat képes eltörni és nagyobbakat hordozni, ugye? És akkor is csak egy spárgára kötik ki, és nem fog elszaladni, mert megszokta, hogy a madzag az egy korlátot jelent a számára. Soha nem próbálja meg, hogy elszabaduljon. Képzeljétek el? És nagyon sokszor így vagyunk mi is. Nagyon sokszor azt számít nekünk, hogy mit mond a szomszéd rólunk.
És úgy nem merjük magunkat rábízni a Krisztusra. Keresztény leszek én, de azért annyira nem. Ugye? Azt mondta egyszer valaki, hogy mindenkinek tetszeni nem lehet. Ugye? Lehet úgy, hogy mindenkinek tetszeljen. Soha. Hát akkor legalább egy valakinek próbálja tetszeni, a mennyei atyának, az Istennek próbál tetszeni, és a többieknek, hogyha nem tetszik, na az az ő baj. Ezzel foglalkozzanak ők. Ne attól ijedez, hogy mi lesz veled, hogyha te elszakítod ezeket a láncokat. Az ördög nagyon sokszor így úgy tartja az embert. Olvastam egy másik esetet, hogy Magyarországon az egyik állatkertben született egy medve, bocs, jó nagyra megnőtt, ha nem tudtak annyit tartani, és úgy döntöttek, hogy hú, hát jó hasznot kéne belőle venni, mi csináljuk, hirdessük meg a külföldieknek, a vadászoknak, és majd levetjük. Na de hogy csináljuk? Hát mégiscsak nem lehet úgy csinálni, hogy az állatkertbe elviszük, és akkor puf, lepuffantjuk, ugye, mert az nem érdekes, hanem valahogy úgy kellene csinálni, hogy kérem szépen, hát az erdőbe vadásszák le. És hát úgy azért féltek attól, hogy mi lesz, hogyha kieresztik az erdőbe, mi van, hogyha egy gyerek jár arra, vagy egy felnőtt jár arra, és majd széttépi a medve. És megkérdeztek egy ilyen, kérem szépen, állatpszichológust, képzeljétek el, még olyan is van, ma jobban vigyáznak az állatoknak a lelki világára, ugye? Hogyha a feleség veri a férjét, vagy férje a feleségét, az nem baj, ugye? Hogyha egy kutyába belerúgsz, akkor 2 évet lehet kapni, ugye? Kérem szépen, kiviszik a medvét, és azt mondja a pszichológus, hogy nem kell félni, mert ez a medve az egész életét a ketrecbe töltötte. És ez kérem szépen nem fog elmenni arról a helyről legfeljebb 10 métert, ide vagy oda. Ott hagyták a medvét, másnap jött reggel a vadász, 10 méterrel odébb megtalált és lepuffantotta. És nagyon sokszor így vagyunk mi is. Azt mondjuk, hát mindenki így csinálja. Azt mondjuk, ebből nem lehet szabadulni, ebből a helyzetből, ami az enyém. Kísértenek engemet a régi bűneim, még nagyon sokszor emlékeztetnek is rá, mert minden nap látni kell, ugye? Amikor az anyuka szídja a gyermekét, és azt mondja, hogy ha te nem lőttél volna, akkor nem kellett volna férhez menni ehhez az állathoz, ugye? Te vagy az oka. Nem szokott ilyen lenni? Ó, szeretett testvéreim! Ott van a pár az iskolában, oda járnak a gyerekek lelki gondozásra. Kérem szépen, hát mondjam el, hogy a házasságok bajban vannak, és 2/3 az osztálytársainak, a fiamnak, kérem szépen, csonkaházasságban ilyen. Akkor mennyi nyomorúság van az életünkben, és ez mind fájdalom, ez mind könyv. Ez mind keserűség. Ott kísértenek bennünket a régi dolgok. És az Isten valóban ebből akar szabadítani. Az ördög mindig azon igyekszik, hogy a régivel foglalkozzál. Azt mondja az Istennek igéje, a régi elmúlt, újjá lehet minden. És szeretett testvéreim, mi nagyon sokszor megállunk az Isten szín előtt, és azt mondjuk, minket úgy neveltek, hogy Isten utálja a bűnt. És az Isten elutasított bennünket, és már nem fogad el. Az égi könyvelés másképpen működik. Azt mondja az Isten, hogy a megbocsátás egy reális dolog. Ne azzal foglalkozzál, hogy mi volt régen, ha Krisztushoz jössz, bűnbánattal ő megbocsát, és ő engedi, hogy új legyen a te életedben. Ezt olvassuk az Efézusi levélben. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint van. Szeretett testvérem, nem azt mondja, hogy valamikor volt, és már másnapra nem jut. Nem úgy van, hogy csak egy napig van bocsánatunk, hanem ez megmarad holnap is. Ez igaz marad. Jelen időben beszél az ige. Aztán beszél ezzel az öreg 60 éves bácsikával a lelkész, megkérdezi tőle, magának vannak gyerekei? Vannak.
És mondja, hogy ha eljön, nem szoktak rossz dolgot csinálni a gyerekei, nem csináltak soha rosszat. Hát szoktak. És amikor eljöttek és bocsánatot kértek maga, megbocsátott nekik? Igen, megbocsátottam. Most képzelj el, hogyha a gyerekek mindig oda jönnének, és újra minden reggel elmondanák, hogy édesapa, bocsáss meg nekünk, mert mi nem tudjuk elfogadni, hogy te megbocsátottál. Hogyha sokat mondanák neked, akkor hogy éreznéd magad? Hát fájna, mondja ez az öreg ember. Képzeld el, hogy az Istennek is fáj, hogy te mindig visszatérsz a régihez. Mindig visszalopod a régi bűneidet. Fáj neki is, hogyha mindig jössz és mindig bocsánatot kérsz, mert ő már megbocsátott. Most ő azt szeretné, hogy más legyen a te életed. Hogy azt, ami elmúlt, elhagyt. Hogy a régi természeted elmúljon. És újat kapjál az Istentől. 100%-ig megbocsátott az Isten. Megszentett egyszer is mindenkorra. Miért bocsátott meg? Ez az első része az evangéliumnak, hogy megbocsátott. Azért, hogy meghalljad a másik részét, ami így szól, hogy tudjál az Isten szerint élni. Hogy kapjad azokat a gyümölcseket, amiket az Isten adott. Ő két ajándékot akar adni. Nem csak bocsánatot ad, hanem azt akarja, hogy ott hagyd a régi dolgokat. Nem azt akarja, hogy tovább menjél, mint az az elefánt, és rabszolga sorsban ott legyél, mint aki meg van kötözve az ő természet, az ő bűnei által. Vajon mit csinált ez az öreg ember? Amikor beszélget tovább a lelkésszel, azt mondja, ó, mit csináltam? Én kételkedtem az Istenben, hogy az Isten meg tud bocsátani. Hogy az Isten hátam mellé vetette az én bűnömet. Hogy az Isten fel tud engemet szabadítani, hogy az életemben legyenek új áldott dolgok. Amikor nem változik az én életem, akkor mindig az az oka, hogy kételkedek az Istenben. Nem merem rábízni az életemet az Istenre. Nem merek szakítani a régivel. Van egy ilyen történet, hogy egyszer egy ember megy sivatagba, és lát egy pompát, egy pompakutat. Lehet, hogy a régiek még emlékeznek, volt ilyen pompakutak, amit így nem árommal ment, hanem kézzel lehetett pumpálni. Emlékeztek? És kérem szépen, ott van mellette egy edénybe víz. És hogy működött ez a régi pompa? Bele kellett felülről önteni, ugye, a vizet? Ha leeresztette a vizet, és akkor kicsit pumpálni, és felemelte a vizet, felszívta a vizet, és utána lehetett rendesen vizet pompálni. Emlékeztek? Régiek emlékeztek. A fiatalok azok már azt hiszik, hogy spagetti a fánnő, én tudom, nekik nehezen, meg kék tehén adja a Milkát, és így tovább. De azért volt. És ott áll ez az ember a sivatagban, elfogyott a vizet, ott van ez a pompa, ott van ez az edény vízzel, és döntés előtt áll. Mit csináljak? Igyam meg ezt a vizet, és induljak el vele, hogy kimenjek a sivatagból, de ez kevés lesz. Nem elég. Egy kicsit iszok belőle, de nem fogok tudni kijönni, mert eltévedtem. Vagy pedig fogjam ezt a vizet, és öntsem bele a kútba, emeljem fel a vizet, pompáljak magamnak eleget, töltsem meg az edényeimet, és akkor megmenekülök. Mit csináljak? Így vagyunk mi is. Az Isten ad nekünk áldásokat, adja nekünk az emberi életünket, ami 70 vagy 80 esztendő, ugye? Nagyon ritkán éli meg már az mai ember, mert nem az megy el, aki koros, hanem aki soros. Nem így szokott lenni? Úgy szokott lenni. És azt mondjuk, na akkor legalább ezt a pár évet igyam ki. Ugye? Nem kell nekem a kút. Ki tudja, működik vagy nem működik. Pazaroljam el az életemet az Istenre, a kereszténységre, a hitre. Vagy ne? Öntsen bele
azt a vizet a kútba, vagy ne? Adjam oda az Isten kezébe az életemet, vagy ne? Mi van, ha rosszul járok? Ott a dilemma. És szeretett testvéreim, ott áll ez az ember, és gondolkozik, mit csináljak? Így se jutok ki, ha megiszom, és ha nem működik a pumpa, akkor hamarabb meghalok, mert elpocsékoltam a vizet. És aztán mégiscsak úgy dönt, hogy talán megpróbálkozom. Addig nem tudom, hogy működik vagy nem, ameddig ki nem próbálom. Beleöntjön a vizet, elkezdi pompálni, 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 és egyszer csak megindul a víz. Nagy öröme van. Kérem szépen, megtölti az ő kulacsait vízzel, és ahogy oda volt írva a kis cetlire, kérem szépen, megtölti ezt a poharat és ezt az edényt vízzel, mert az volt ráírva, hogy hagyjál vizet. Hogy a következő, hogyha jön, akkor ő is tudjon vizet pompálni. De mielőtt elmegy az az ember, veszi a ceruzát és ráírja. A pompa működik. Ne kételkedj benne. A pompa működik. Szeretett testvéreim, tudjátok, azért vannak templomaink, azért tudta a régiek időt szentelni és pénzt szentelni, mert voltak nehezebb idők is. Tudtak templomot építeni, tudtak egyházat fenntartani, hittanoktatást feltartani, iskolát fenntartani, mert ők megtapasztalták azt, hogy a pompa működik. Hogy Isten adni akar az embernek. És lehet, hogy te nagyon okos ember vagy, mert már 21. ember, 100. ember vagy. Igaz, hogy sokat tudsz, de nem oldottál meg még semmit, ugyanúgy van gyász, ugyanúgy van depresszió, ugyanúgy van szomorúság, ugyanúgy van betegség, és neked is mondja az Isten, hogy szeretett testvéreim, a pompa működik. És az Isten azt mondja, hogy húzzál egy summa vonalat, és halld meg. Azt mondja az Isten, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Miért mondja az Isten? Azért, hogy oda tudjál fordulni az Isten kegyelméhez, és tudd oda szentelni az életedet azoknak a dolgoknak, amivel az Isten meg akarja tölteni. Az ördög az mindig azokkal a problémákkal foglalkozik, amiket az Isten már megoldott egyszer. Nézzétek csak meg, a keresztények nem azon okoskodnak, hogy ki az, akinek az Isten megbocsátott, és ki az, akinek nem bocsátott meg. Ki az, aki jó, és ki az, aki nem jó. Nincs senki jó, nincs egy igaz sem. Mindnyájan az Isten kegyelmére szorulunk rá. De vajon elfogadjuk ezt? Mennyire értékeljük mindazt? Emlékeztek? Meséltem, hogy ez a világ csak baj halma. Ugye? És hogyha körbenézünk, tele van bűnnel, nyomorúsággal, fájdalommal, Pál azt mondja, az utolsó időben az emberek ilyenek lesznek, hogy megfoltanák egymást egy kanál vízbe. De te mit mondj? Te mondd az evangéliumot, azt mondja neked, józan légy, és állj elő alkalmas és alkalmatlan időben. Szeretett testvéreim, nekünk mindig alkalmatlan, hogy az Isten jön és bele akar szólni a mi életünkbe. Csak addig szól, amíg lehet. Vezettek naptárt, vagy naplót? Hát lehet, hogy nem vagytok elfoglalt emberek, akik ilyen nagy emeletes házakban laknak, és irodájuk van, de még ők se írják bele a naptárunkba azt, hogy ennyi éve sem meg fogok halni. És eddig tart. Valahogy ezt mindig elfelejtik az emberek beletenni a naptárunkba, nem? Te beletetted? Te számolsz ezzel? Ugye, hogy nem? És az Isten azért mondja nekünk, hogy kérem szépen, ő jövőt akar adni. Hallottatok arról, hogy Rotary Club? Olvastam, hogy Chicagóban a 20-as években, a 20. században a szerz csempészés idején úgy rendezték a férfiak egymás között a dolgokat, hogy én géppuskával lelövöldözték egymást. És úgy is fényképezkedtek géppuskával, hogy lássák, hogy ők menő csávók. És tényleg, kérem szépen, annyira elburjánzott a rossz, hogy már nem tudtak vele mit csinálni. És akkor előállt egy néhány ember, és azt mondta, minket nem érdekel, hogy ez a világ ilyen. Mi megpróbálunk valami jót csinálni. És ezek összeálltak, és a pénzükkel, az idejükkel elkezdtek segíteni. Az árvákon, az elesetteken, az özvegyeken,
elkezdtek valóban mutatni valamit abból a könyörületből, amit az Isten adott nekik. Emlékeztek? Az egyik nap beszéltem nektek az üvegről. Beszéltem? Ugye, hogy kitisztítja Isten a lelki üveget, ami életünket megbocsátja a bűn, de akarja, hogy az megteljen valóban gyümölcsökkel a mi életünkben. Nagyon sokszor az emberek csak ilyen fél evangéliumot vágynak. Jövünk az Istennel, és azt mondjuk, ó Uram, gyógyíts meg engem! Ó Uram, vigasztalj meg engem! Uram, adj egy kis mindennapi kenyeret! Uram, vedd el a gonoszt az én életemben! Tegnap hallottam, itt a kedves hölgy elmondta, hogy neki nagyon jó volt az, hogy a férje már nem iszik, és ő többet nem akart. Annak örült, hogy jaj, de jó ez az egyház, hogy addig elvezette a férjemet, hogy nem iszik. Több nem is kell. Nehogy már nagyon belebonyolódjunk ebbe a kereszténységbe, ugye? És tudjátok, hogy mit mond Jézus Krisztus a fél evangéliumról? Azt mondja, hasonló az ember ahhoz, mint amikor egy házat kitisztítnak, és kikergetik belőle a gonosz lelket. És aztán kimegy az, és ilyen mindenféle sivatagos helyeken jár, talál még hét lelket, magánál gonoszabbakat, a hetes szám az a tökéletesség száma, és visszajön is, milyennek találja a házat? Kisefertnek, tisztának és üresnek. És mit csinál? Beleköltözik. És annak az embernek jobb, rosszabb lesz az állapota, mint azelőtt volt. Hirtelen kiderül, hogy ez a ház, ez az ember. Amikor odajönünk az Istenhez, és azt mondjuk, Uram, hát egy kicsit segíts már. Uram, egy kicsit tisztíts ki az életemből a nyomorúságokat. És nem engedjük, hogy Jézus belépjen a mi életünkbe, hogy ott legyen, irányítson az ő törvényeivel, hogy az ő természete legyen, akkor üresen hagyjuk ezt a hús-vér templomot, ahogy az egyik ének mondja. És nincs ott Krisztus. Azt mondjuk, nem kell nekünk. Mi majd egyedül boldogulunk. Még a bűneinkért is egyedül akarunk fizetni mi. És szeretett testvéreim, az ilyen embernek az élete sokszor összeomlik. Az Efézusi levélben olvassuk. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettek az ígéretnek ama szent lelkével. Az Isten mit mond? Hogy a befőtös üveget úgy be kell zárni, ugye? Azt mondja az Isten, ha hisztek, akkor emlékezzetek az fél evangélium, hogy Isten megbocsátotta a mi bűneiteket. Ne nézzetek hátra. A másik része az, hogy megtölti a ti életeteket ajándékokkal. Vegyétek Istentől ezeket az ajándékokat. Ne járjatok vakon, és megpecsételi a ti életetekben. Egyszer és mindenkor, azt mondja az Istennek igéje. Azt mondja, a bűn el van fedezve. A bűn eltöröltetett. A római levélben olvasom a 6. rész 10. versében. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg. Egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. A bűnnek egyszer meghalt, és az Istennek él. A zsidókhoz írott levél 9. része, 26. verse a következőket mondja. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időnek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Jézus egyszer tette meg. Ő nem hibázik, neki nem kell ezerszer megtenni, ő tökéletes áldozat. Tökéletesen végrehajtotta. Nagyon érdekes, hogy sokszor a mai ember az eltéved a megbocsátásnak a kérdésében. Nagyon sokszor valóban leragadunk emellett, hogy megbocsátott az Isten, vagy nem. És nagyon sokszor összekeverjük az Ószövetséget az Új Szövetséggel. Tudjátok, mi a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között? Hát az a különbség, hogy képzeljétek el egy embert, aki az Ószövetség idején él, az az ember minden nap gyűjtötte a bűneit, és akkor, amikor eljött az évnek az az ünnepe, az a napja, amit úgy hívtak, hogy engesztelési ünnep, akkor felment a templomba, összegyűlt a sok nép, hoztak két bakot, biztos hallottad azt a szót, hogy bűnbak, nem? Két bakot,
Oda ment a pap bácsi, rátette az egyiknek a fejére a kezét, és azt mondta, ez a bab hordozza el az egész népnek a bűnét. És amikor ezt megcsinálta, akkor kikergették a városból a bakot, az utcákon keresztül, a sivatagba, ezért nem volt ajánlatos onnan felszedni, kérem szépen, ilyen állatokat, az ő hitük szerint, azért gondolták, hogy a gonosz lélek az a sivatagba lakik, ugye? A másikat pedig vették, levágták, és annak a vérével bement a pap, a főpap egyszer egy évben az engesztelés ünnepén a templomba. A régi templom, Izrael temploma nem olyan volt, mint a miénk, hogy voltak benne padok és ültek benne, hanem olyan volt, hogy annak udvarai voltak. Volt udvar a pogányoknak, egy pár lépcsővel több, magasabban az asszonyoknak, még egy pár lépcsővel magasabban a férfiaknak, még egy pár lépcsővel magasabban a papoknak, és a templom előtt ott volt egy nagy oltár, egy ilyen 4x4-es oltár, amin elégették az állatokat, azoknak a zsírját, a háját igazából, és áldozatot mutattak be. A templomba nem lehetett bemenni így, ahogy mi bementünk, hanem oda kimehetett be, csak a papok mehettek be. Ráadásul azt is úgy, hogy volt 24 nemzedék, nemzetség, osztály, és sorsvetéssel mentek be. Például így megy be Zakariás, Erzsébetnek a férje, lehet, hogy így jobban tudjátok, ugye? Úgy szokták, a férfiakat is úgy ismerik jobban, nem? Kinek a férje? És így tud szolgálni a templomba az illapoltárnál. Emlékeztek a történetre? Ott mondja el neki Isten, hogy majd születik keresztelő János. És mi volt még a templom? Egy csomó dolog volt, nincs idő beszélni. De volt egy olyan része, amit úgy hívtak, hogy a szentek szentje. Ez el volt függönyözve. Hallottatok róla? Voltatok már pravoszláv templomba? Hát miért volnánk, mi reformátusok vagyunk? De biztos hívtak keresztelni, nem? Ugye? Ha bemegyünk egy pravoszláv templomba, akkor ott van egy fal. Azt úgy hívják, hogy ikonosztaszion. És vannak rajta ajtók. És nem látunk oda a fal mögé, hogy mi van. Kérem szépen, ott a pap előkészíti az úrvacsorát, úgyhogy te nem látod, és majd kibújik néha az ajtón. Nem bántani akarom az egészet, de így szokott lenni. Mit jelképez az a fal? Azt a nagy-nagy takarót, ami eltakarta a szentek szentjét. Úgy gondolták ugyanis a zsidó emberek, hogy ott lakik az Isten, ott tartották a ládát, a szövetség ládáját, ugye, amiben a 10 parancsolat volt, rajta volt a két kérub, aki így elbújt, eldugta a szemét, hogy meg ne vakuljon az Isten dicsőségétől, 6 szárnya volt, 2-vel a testét fedezte, 2-vel a szemét, 2-vel elvileg repül, és ezért van ott az egyik zsoltárunkban, hogy te, aki ülsz a kérubimon, jelenjél meg világoson. Valószínű nem ismeritek ezt a zsoltárt, ugye, de biztos, hogy benne van még Károly Gáspár zsoltáros könyvében is. Egyébként ezért a kifejezésért tiltották be, hogy jelenjél meg világosan a szabadságharc után, mert ott volt a fegyverletétel. Igazából a szó azt jelenti nyilvánvalóan. Vagyis úgy gondolták, hogy ott van az Istennek a trónja, a Sekina, ott ül az Isten. És a főpap nem mert oda bemenni, mert ha valaki tisztátalanul ment oda be, akkor az meghalt. Ezért mielőtt bement volna a pap oda, a függöny alatt befüstöltek oda, hogy az Isten dicsőségét eltakarja a füst, nehogy megvakulja. És ezért volt a pap ruháján kis csengő, hogy lehessen hallani, hogy jár még, hogy él még. Később nem fogjátok elhinni, olvastam, hogy madzagot kötöttek a lábára esetleg, ha meghal, akkor senki nem mehet utána, akkor az elképzelt módszerrel próbálták onnan kiszedni. Mert az Isten elé nem lehet csak úgy hozzájárulni. És amikor meghozták az áldozatot, bocsánatot kértek, akkor kijött onnan a pap bácsi, és akkor az zsidó ember felsóhajtott, és azt mondta, hú, de jó, most már meg vannak bocsátva a bűneim. És utána ment haza. És megint kezdte mit csinálni?
gyűjteni a bűneit. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez így működik ma is. Mivel különbözik az új szövetségettől, az ószövetségi dologtól? Amikor Jézus Krisztus meghal, akkor mi történik? Ketté szakad ez a függöny, emlékeztek? És belelátnak a szentek szentjébe, ez egy üzenet. Ez egy üzenet, hogy hozzáférésünk van a mennyhez. Ez egy üzenet, hogy a kapuk le vannak eresztve. Hogy be lehet lépni. Emlékeztek, hétfőn arról beszéltem, hogy Isten minden ajándéka el van készítve. És azt mondja, gyertek hozzá! Ezért olvasok a zsidókhoz írott levélben, hogy bátorsággal álljatok oda, jöjjetek oda az Isten kegyelmi trónusához. Nem megölni fog megvakítani titeket. Tudjátok, hogy egy kínai császárnak még a szemébe se lehetett nézni, nem az, hogy, mert rögtön halálfia voltál. Emlékeztek, hogy hogy ment Eszter az ő férje elébe? Hivatlanul. Ha nem mutat a férje rá azzal a pácikával, a jogarral, akkor meghalt volna abban a pillanatban. Nem lehetett a király elé akkor jönni, amikor ő nem engedte, vagy nem hivatta. És erre mit mond nekünk itt az Isten, szeretett testvéreim, 2012-ben, amikor mindenki a világ végére készül, ugye? Nem? Nem így van, ezt beszéli. Azt mondja, hogy ti kisbégányiak, és nem tudom még honnan jöttetek. Az Isten azt mondja, bátorsággal járuljatok az Isten kegyelmi trónus elé. Ne legyetek a ti bűneiteknek, szokásaitoknak rabszolgái, hanem nyerjétek az Istentől a bocsánatát. Miért mondom ezeket a dolgokat? Azért, mert azt mondja nekünk a Szentírás, hogy mi változik. Mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Mondja nekünk az Ószövetségről. Mert ott nem működött. De Jézus mit csinál? Azt olvassuk a 10. rész 10. versében. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll. És gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. És Jézus meg mit csinál? Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnöket mindörökre ülé az Istennek jobbjára. Jézusnak egy áldozattal sikerült. Ő befejezte. Mit mond Jézus a kereszten? Azt mondja, elvégeztetett, mint a katona, amikor azt mondja a parancsnoknak, elvégeztem. És mit csinál? Odaül az Atya Istennek trónjára, mert nincs más dolga. És ezért tudjátok, hogy mit mond a mai embernek? Azt mondja, hogy ne gondold, hogy te váltottad meg magad. Ne gondold, hogy te szolgálsz rá. Ne gondold, hogy azt fogod mondani, milyen jó vagyok. Megrapogtatom a vállamat, mert én elintéztem magamnak az üdvösséget. Mert én már ezt se csinálok, meg azt se csinálok. Nem, Jézus Krisztus döntötte el és végezte el. Tőle tudod, mit vár? Az, hogy ne legyél hálátlan. Ne legyél vak. Ne emerjenek az Istennek a kincsei ott a te életedben, úgy, hogy te elmentsz, és egész életedben vak maradsz. Mint ahogy az az öreg ember, aki 60 évig ott mindig nem tudta elhinni, hogy az Isten megváltoztatta az életét. Az Isten azt mondja, most már ne ezzel törődjetek, hanem menjetek és legyetek Krisztus gyermekei. Az isteni természet változzon bennetek. Nézzétek az Isten báránya, aki elvette a világ bűneit. Ez az, ami megoldást jelent a mi számunkra. Minden időre, örökre megszentelt bennünket. És amikor halljuk ezt, hogy örökre szentekké tette a szenteket, akkor szeretett testvéreink, nagyon sokszor fel akarjuk vegyíteni az igét. Azt mondjuk, nem, ez nem rám vonatkozik. Igen, hogyha szeretett testvéreink, még mindig a bűnben élsz, ha még mindig nem akarod észrevenni azt, hogy mi a te elhívásod, akkor nagyon sokszor megkeseríted az életedet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy akik az enyém, azoknak a szívükbe helyezem a törvényt.
Azt mondja, tudjátok, mi lesz ennek a törvénynek a betöltése? A szeretet. Az lesz, hogy bővölködő életet fognak élni. Próbáld ki, azt mondja az Isten. Hogyha az Atya rád néz, azt hiszed, hogyha oda élsz hozzá, és azt mondod, hogy Uram, nézed, ez se sikerült, meg az se sikerült. Hogy ő örül annak, hogy te elrontottad. Melyik apa örülne akkor, amikor a gyerek eljönne az iskolából, és azt mondaná, hogy engemet bántottak, nekem nem sikerült. Én egy lúzer vagyok, egy vesztes vagyok. Nem azt akarná az apa, hogy valaki segítsen, hogy nem azt akarná, hogy a gyermekét felemelje. És tudjátok, az Atya is úgy vár bennünket. Ő nem azt akarja, hogy nyomorúságban legyünk, hanem mindent elvégzett, hogy valóban mindig jobban az övé legyünk. És az Isten ezen munkálkodik. Ezért hív bennünket mindig az ige. Ezért szólít meg. Egyszer egy szobrász látott egy követ, amit úgy gondoltak a többiek, hogy már el van rontva. És azt mondta, hogy de gyönyörű. És megkérdezte tőle a tanítvány, mi az, ami gyönyörű? Hát ebben benne van, ebben a követben egy angyal. Nézi a fiú, hát hol van ebben egy angyal? Csak ki kell szabadítani, benne van. És valóban az Isten ki akarja szabadítani belőled az angyalt, az új embert, hogy ne hernyó legyél, ha élhetek megint ezzel a hasonlattal, hanem Isten csodálatos lepkéje. Szeretett testvéreim, valóban csak akkor lehet ez a miénk, hogyha látjuk, hogy ez nem potya kegyelem, hogy nagyon drágába került Jézus Krisztusnak mindez. Egyszer egy cégnél egy fickó elkezdett pénzt lopni csendesen, és közben könyvelgette a dolgokat, és aztán valaki mondta neki, hogy hát mondták a főnöknek, hogy ez a fickó, ez lop. Aztán amikor elővette a könyveket, elkezdte nézni, egyszer egymás után kiderültek a stiklik. És hát nem akarta bíróságra adni, de arról volt szó, hogy ki kell fizetni ezt az adósságot. Volt családja, voltak gyermekei, és olyan nagy volt az adósság, hogy olyannak tűnt, mintha a Panama csatornát akarta valaki egy kanállal kiválni, ugye? És aztán elment, keresett valakit, aki azzal foglalkozott, hogy ingatlanokat árult, és mikor meglátta a hölgy, hogy milyen gyermekei vannak, meglátta, hogy milyen családja van, és látta, hogy bajba került, akkor azt mondta, hogy én segítek rajtad. Én kifizetem a te adósságodat. Aztán jött a fiatal ember a cég vezetőjéhez, és azt mondja, hogy egy asszony ki akarja fizetni ezt az adósságot. Hát én nem fogadhatom el egy asszonytól, csak abban az esetben, hogyha ő tudja, hogy te tolvaj voltál és loptál, és így is vállalja. És akkor elküldte ez a cégvezető a két munkatársát tanulnak, hogy tényleg elmondja a hölgynek, és az a fiatal ember odament, és elmondta a hölgynek, hogy hát azért kell eladni a házat, mert én sikkasztottam. És azt mondta a hölgy, hogy ő így is vállalja, hogy segít rajta. És valóban, szeretett testvéreim, valóban az Isten megbocsátott nekünk. De azért jó lenne tudni, jó lenne értékelni, hogy nagy ára van a mi bűneinknek. Jó lenne tudni, hogy Isten legdrágábbat adta nekünk. Mondtam nektek, hogy mi a királyok végső érve? Mondtam? Nem mondtam. Hát az ágyú. Ugye, amikor már nem lehet megoldani semmit más módszerrel, akkor beszélnek az ágyuk. Legyen háború, ugye? Rá is volt írva, hogy a királyok végső érve. És tudjátok, az Istennek mi volt a végső érve? Az ő keresztje, fiának a keresztje. Az ő fiának a halála. Ezzel mondta el ennek a világnak, hogy én szeretlek titeket. Én nem akarom a ti halálatokat. Nem akarom, hogy elpusztuljatok. Én abban is tudok segíteni, hogy kijöjjetek a nagy mélységből. Csak fogjátok fel. Csak keressetek engemet, és megtaláltok. Nem olcsó ez az ár. Jézus Krisztus fizette meg, nem mi. Sem a jóságunkkal, sem az igyekezetünkkel,
sem a bölcsességünkkel, mert nincs egy jó sem. Azt mondja Ézsaiás, a mi igazságunk, mint szennyes ruha az Isten előtt. És mit jelent a kereszt? A kereszt Isten szeretetét jelenti a mi számunkra. Az Isten azt mondja, ki van fizetve. Zárjuk le, ne hordd tovább a régi védkeket. Ne mard magad. És bocsáss meg te is a másiknak. Az Isten nem csak a te bűnödet zárta le, hanem a másiknak is a bűnét. És engedd, hogy az életed megújuljon. Mert másképp vak vagy, és másképp nem ismerted meg, nem értetted meg Jézus Krisztusnak a tettét. Emlékeztek, amikor eljön Jézus Simonhoz, a farizeushoz, és bemegy egy asszony, és feltöri a drága, illatos nártus kenőcsöt, rákeni Jézusnak a lábára, fejére, megöntözi a könnyeivel a lábait, csókolgatja a lábait, és azt mondja Simon, hogy Jézus, hogyha Isten volna, akkor tudná, hogy miféle egy züllött asszony ez a valaki. És Jézus látja az ő gondolatait, és megkérdezi tőle, Simon, amikor idejöttem, akkor te nem adtál vizet az én lábaimnak. Ez az asszony meg könnyeivel mossa. Amikor bejöttem, akkor nem köszöntöttél engemet testvéri csókkal, ahogy a zsidókhoz méltó volt. Ez meg a lábaimat csókolgatja. Te nem kented meg az én fejemet olajjal, ahogy a zsidóknál szokás volt. Ez meg drága nárdus olajat adott. Hát ki az, aki jobban szeret? Akinek több bocsátatott meg. És tudjátok, annak, hogyha Istent szeretjük, annak mindig jó illata van. Mert a nárdus betöltötte a háznak minden szegeletét. Én nem tudom, hogy van-e illata annak, hogy te keresztény vagy. Van-e illata annak, hogy felfogtad, hogy az Isten megbocsátott neked. Miben látszik? Abban, hogy megbocsátó vagy, könyörületes, türelmes vagy. Abban, hogy viszed az Istennek a hírét. Vagy egy mindig csipkelődő, mardosó, gúnyolódó ember vagy. Vagy még mindig haszonleső, az, aki egy kanálvízben meg tudod folytani a másikat. Az, aki irigy vagy a másikra, mert az Isten neki többet adott. Gondolkozzunk el ezen, és menjünk, és legyen a mi életünk is válasz. És imádkozzunk, hogyha még nem vagyunk ilyenek, hogy Isten vegye el a mi vakságunkat, és értsük meg, mi a magassága és mélysége, szélessége az Isten szeretetének, és az ő kegyelmének. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Istenünk, engedd, hogy úgy álljunk meg előtted, mint akik tudják, hogy te ismered a mi szívünknek gondolatát, ismered minden mozdulatunkat, minden pillanatunkat. Urunk, kérünk, adj nekünk bocsánatot. Urunk, hogyha már egyszer azt mondtad, hogy megbocsátottál, adjad, hogy ezért tudjunk hálát adni. Amíg soha nem jöttünk eléd, amíg soha nem fogtuk fel, amíg azon mesterkedünk, hogy hogyan tegyük mi helyre a mi életünket, akkor adj nekünk látást, és adj hálát a mi szívünkbe, és adjad, hogy tudjuk oda szentelni a mi életünket, neked tetsző áldozatul. Urunk, tudjuk, hogy te használni akarsz bennünket, mint kinyújtott kezeket, mint imádkozó lelkeket, mint azokat, akik megelőzik a szeretetben a másikat, mint azokat, akik azért tudnak megbocsátani, mert közelebb vannak hozzád, és jobban hisznek te benned, Urunk. Adjad, hogy tudjuk megelőzni egymást a szeretetben, a megbocsátásban. És engedd, Urunk, hogy tudjuk megvallani a mi hibáinkat társaink előtt is. Ne hordjuk, Urunk, a büszkeségnek bűnét. Ne hordjuk, Urunk, a sok vétket, hanem tudjuk letenni oda eléd, tudván, hogy te kifizetted ezeket. Urunk, ne engedd, hogy fájdalmat okozzuk neked, de engedd, hogy lelkünk tisztasága tőled legyen. Öltöztes fel bennünket abba, ami jó, ami szent, ami tökéletes, ami tiszta. És Urunk, engedd, hogy megújuljunk elménk megújulása által,
úgy, ahogy tegnap is tanítottál. Kérünk, engedd, hogy tudjuk megvallani Pállal együtt, hogy nékünk az élet a Krisztus. Engedd, Urunk, hogy így élhessünk tovább. Köszönjük neked a te szavadat. Áldj meg bennünket, Urunk. Engedd, hogy eltűnjön minden bánatunk, amivel jöttünk ma eléd. Minden gyászunk, minden keserűségünk. Engedd, Urunk, hogy a te békességed betöltse életünket, családunkat, és amit mi elrontottunk, Urunk, te hozd helyre. Tedd áldássá a mi életünkben. Könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérem, foglaljátok el helyeteket.